Revelio. Hát ez rohadt jó. Egyszerűen rohadt jó. Slytherin's spellbook. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Bláda. És mennyire rohadt jó a zene, és hagyd nézzem már meg ezt a könyvet, amit találtunk. Inventory. Slytherin's hidden personal book of spells and magic written by his own hand, dating back to the 10th century. Stored within Slytherin's hidden scriptorium inside Hogwarts, the secrets it contains are intriguing, dark and potentially insidious, but not dangerous. Wow. Revelio. Itt is van egy láda. Oké. Még egy papír. Oké, ez kicsit hosszú, de el fogom olvasni, ne haragudjatok. I fear we shall never come to an accord. I cannot persuade even one of them to listen to reason. I had their hope that Godric's thoughts are aligned with my own. That he understood why the caliber of student needed to be exceptional. But he has fallen prey to the ridiculous notion that Muggleborns are somehow as capable as purebloods. He was furious when I expressed my displeasure at his thoughts on the matter, though he had not yet put voice to. Aha, tehát... Szóval eleinte Godric egyetértett Mardekárral, majd a többiek meggyőzték. Hát azért az most, ha valami, akkor az meglepő, már bocs. I tire of discord and can no longer bear witness to the corridors full of inept children masquerading as witches and wizards. It is with heavy heart that I now know I must go from here. I shall place the creature into a deep sleep in its chamber until it can be awakened by one who shares my views. A distant willing to reserve the damage that the others have so carelessly wrought. One who shall rid the school of those unworthy of Hogwarts that would serve only to stain my legacy. Itt írja, hogy el kell hagyni a Hogwartsot, mert nem bírja elviselni a látványt, hogy az iskola falain belül nem csak aranyvérűek vannak, és hát ugye, ahogy a filmben is volt, ugye sárvérűek úgy tesznek, mintha boszorkányok és varázslók lennének, és el kell hagynia ezt a helyet, és addig is mély álomba a kastély mélyén el kell rejtenie a kamrába a szörnyet, addig, amíg az, aki osztja az ő nézeteit, vissza nem el nem érkezik, és majd ugye ő majd felébreszti. Hát... Mekkora jó kis finom ráutalás, amúgy ugye nyilván úgy pont tök durva, hogy pont megtaláltuk előtte a bejáratot a titkok kamrájához. Egyébként nem is tudtam, hogy streamelsz, hát már azért 5 éve nyomom. Ez mennyire király ez a küldetés, azt a rott életbe. Wow. Revelio.
What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Mm-hmm. It's breathtaking. Közben Dead Fox, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Sziasztok, üdvít nektek. Remélem, hogy jó streametek volt, mi ott pörgettetek, köszi szépen a raidet. Várjatok már, itt ez a Sebastian gyerek, ez folyamatosan belepofázik, amikor nem kéne, akkor is. Üdvözlöm nektek. Én Martin vagyok, szerintem még nem találkoztunk így, de amúgy játékvégig játszások szoktak pörögni nálam. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat Dead Foxnál, és remélem, hogy itt is jól fogjátok érezni magatokat. Üdv mindenkinek, hello, hello, Barber, Daniel, üdv. Mi éppen amúgy a Hogwarts Legacy-vel játszunk, és egy nagyon érdekes küldetésben vagyunk éppen, ahol Mardekárnak a titkos tanulmányos szobáját találtuk meg, ahol elég erős utalások voltak a titkok kamrájára. Kettő mellék küldi között már épp ideje vacsiznom. Jó étvágyat hozzá! Szia, Dead Fox! Best news I've heard all day. Ja igen, úgy már találkoztunk, igen, Dead Fox, ja. Köszi szépen! Mi ott nyomtatok ti? Na, azt mondja, hogy itt amúgy itt kéne tovább mennünk. Slytherin Dungeon. Azt jó hangzik. Na, let's go! Te most beleittál a 800 éves korsóba? Igen, mert így elnyerem a bizalmát Mardekárnak. És az, hogy én mint Gryffindéres vagyok itt. Hú, és ez Ominous, volt a kiárat. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. Ti is ezt nyomtáltad, nem? Király, király. Right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your gondolom már előrébb jártok amúgy benne. Én elég lassan hallodok a minden elvarázsolat. I am grateful to know what happened to her. Thank you. Jó, tehát megtudtuk, hogy Ominousnak a nővérével, nagynénjével mi történt. Találtunk nyomokat Mardekár Marazárnak a tevékenységeit kapcsolatban, és itt lehet bemenni. Ha! Hát mekkora ez? Hát ez egy hatalmas nagy királyság mellékküldi volt. Ebbe benne van-e Tom Riddle? Nincs benne. A játék 1800-as években játszódik. A Tom Riddle egy jó 100-130 évvel később érkezik ide a Roxfordba. De majd ő lesz, ugye, mint tudjuk ugye a filmekből, meg a könyvekből, az, aki kinyitja a titkok kamráját, amikor ő itt tanul diákként. Ja. Itt még nem él konkrétan. Így van. Hát ez nagyon-nagyon állat volt. Ez nagyon-nagyon tetszett. Let's go tovább. Tudjátok, mit kéne csinálnunk? Elmenni a szobába, azonosítani a tárgyakat, amiket találtunk. De amúgy kamu, mert elvileg Dumbledore-ék itt kellene lennie. Hát én nem tudom, hogy mikor rivolt a Dumbledore, de amúgy igen. Lehet, nem tudom. De miért kéne? Nem. Az a helyzet, hogy nem tudom a pontosat, mert azt hiszem, én csak annyit tudok, hogy 1800-as évek, hogy most azon belül mikor, azt nem tudjuk. Hogy most Dumbledore mikor járt a suliba, én azt se tudom. 153 plusz-minusz évesen halt meg. Valamennyi. Hoppá, miket találtunk, oda nézzetek. 1881 elvileg, és abban az évben született Dumbledore. Ó! És ez honnan? Honnan tudjuk, hogy akkor született? Ezt én nem tudtam, hogy 1881-ben született pont. Mondjuk nyilván ügyesen körüljárták ezt, hogy mikor legyen a játék, hogy miért nincs itt Dumbledore. Hogy fenn van a neten. Bocsánatot kérek. Isten áldja a Google-t. Én pedig kicserélem a ruhatáramba azt, amit lehet. Ami jobb, persze. Ez például jobb, és majd fejlesztenünk kell, úgyhogy egyszer egy csere.
itt a szemüvegnél van egy legendary, azra kicserél, na, azért mindennek van határa, jó? Tehát, hogy ezt te sem gondolod komolyan, hogy ilyen fejjel fogok rohangálni. Igen, itt ez az egy van, úgyhogy azon nincs mit kicserélni. Ezt a zöld sálat én kicserélném, ha más nem a kinézetét. Jó, tehát a kinézetét fogjuk kicserélni. Azért mégiscsak mindennek van határa, hölgyeim és uraim. Igen, nem az appearance, így, igen. Nem jó, az se jó. Nagyon jó, ezeket majd mehetünk eladni akkor. Ez nem jó, ez nem jó. Oké, okay. Viszont legalább azt tudjuk, hogy így, ami nálunk van, azokon, ha tudunk, akkor fejleszünk. Úgyhogy hol van a szövőszékem, vagy mi a mancs? Tudunk fejleszteni, vagy sem? Ó, nem, mert varangy nyál, vagy nem tudom mi az atya úristen, az kellene nekünk hozzá. Tehát ahhoz meg varangyra volna szükségünk. Meg a whooperre is szükségünk volna. Ezen viszont tudok fejleszteni. Legalább egy szintet, az is valami. Goblins, Goblins, Dark Monarch, Capitamin, Ancient Magic, Increase Damage, Incendio, az jó, nem, Defindo-t, azt tedd bele, az jó lesz, király. Oké, okay. Csak ez egy jó, azon is upgrade, yes, és trade, és szintén. Nagyon durva Diffin-nunk lesz. Google mesterséges intelligencia a micsoda? Lederivált, amikor született Dumbledore. Igen, az lehet. Jó a szobánk? Köszönjük szépen. Hát azért eléggé basic egyelőre, de van egy hangulata. Nekem tetszik. Jó. Szüret. Kéne főznünk egy Félix Feliciszt. Ha már ennyire szó volt itt az előbb róla, akkor most nyomjunk ennyien. A kokacserje ültetvény... Csak csendesen meghallják ezt. Jönnek a aurórok. Na, csinálja egy Félix Feliciszt, amik szépen vagy... Úgy, HP-t is csinálhatsz, nagyon jó. Mondjuk 23 HP-som van, azt mondjuk nem kell, akkor csináljunk ilyen maximát. Jó. Azt mondja, hogy megkövetem magam amúgy, mert találtam egy cikket, amiben azt mondják, hogy 1890-ben játszódik ez az egész, Dumbledore meg 1881 nyarán született, tehát simán lehet, hogy belefutunk valahol, mint gyerekbe. Nem, mert 11 éves korba kezdődik a suli. Tehát, hogyha... Ő 9-10 éves. Na mindegy, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit hoz a jó. Én meg a questeket akarnám nézni, hogy mi van. Oké. Okay. Back on the path. Lehet, hogy kicsit kéne mennünk azt is csinálni, de előtte... Tudom, hogy... Hát, a kulcsokat, azt a hármat kéne megtalálni. Csak most érted, így rohangáljak így a kastélyba, vagy mi? Mi legyen a terv? Kéne valami tervet szőnünk arra, hogy hogyan tudnám megtalálni azt a maradék három kulcsot, és minden közben meg kéne találnunk még mondjuk 6 darab ilyen követ. Én ezt tökre adnám, ha ezt meg tudnánk csinálni valahogy. Revelio. Tehát veszettül nyomkodjam a Revelio-t, aztán hát ha belefutunk a izébe, a cuccokba. Szia, Mir van, hello. Ha már Voldemort és Dumbledore, Voldy elvileg nagybátyja jelenleg az iskolában van. Ah, még ki nem derülne. Aloha, Mora. Okay.
sikerül kinyitni. Közben Barber Daniel, nagyon szépen köszi a követést. Na, hát ha itt meg lesz, így nyomkodjátok, akkor meg lesz ez a 5000 még ebbe a hónapban. Köszönöm szépen. Ladikó. Papír E, papír E. Dear Professor... Bocsánat. Thank you for your recent submission regarding celestial anomalies. Mi? Alohomora. Azt jól láttam az aláírást? Nem túl jó ez a cucc. Revelio. Amit adott. Láda. Jó, amúgy egyik tanárnak a szobájába jöttünk be. Jó, ez gyors utazási pont, az nem kell. Merre kéne nekünk menni, ugye? Ugye? Mikor erre jövünk, akkor hát, ha ezt ki tudjuk nyitni. Alohomora! Oké, okay, mert emögött az ajtó mögött van loot, vagy van valami, ez fix. Revelio. Szintén van egy papíros. Possible classroom games, levitation lesson, disarm and dodge, targets on tangent. Aha. Ott a láda. Grey Quidditch gloves. Föl. Hoppá, hova jöttünk? Hoppá! Ó, wow! Menőséges. Azt nem mondta, hogy level 2. Rohadt bunkó! De jól néz ki. Na, menjünk. Bocs. Ne szédülj, jó. Csókolom! Konkrétan lebuktunk. Jajjaj. Viszlát, tanár úr. Én nem voltam ott. Kimondtam, hogy level 2, és meg az, tehát a gondolat anyaggá kocsonyásodott, ugye? Ki mit gondol, hogy hol a francba fogunk találni még 3 darab olyan ládikót? Revelio. Mi a franc? Ja, az az óra, a clockwork, amin be lehet menni. Abba a szobába, ahol lehet gyakorolni. Ja. Oké, az nem kell. Meg lett az összes szárnyas kulcs? Nem, abból is kell még egy pár. Abból kell 3. Konkrétan. Ó, hogy az a szemtelen mindenedet. Abból azt keressük. Meg a Moon izé szobrokat. Revelio. Azokból próbálnék most összetalálni, hogy megtalálni valamit. De semmit nem látok, csak a izéket. Hát de itt bűz van. I've always said that travel broadens the mind. Öcsém. Szia, jól szóval, hello. Revelio. Ez a rész itt, ha jól tudom, az állatgondozós néninek a helye. És akkor erre, ha jövünk, akkor az meg itt a gyakorló húzogatós pálya, meg a Quidditch-es tanárnőnek a szobája van itt jobbra.
Fú, igen, na ez a problémám ezekkel a izékkel, hogy... Revelio. Rohangálnom kell most itt a kastélyban, de most te tüzetesen hogy fogod ezt előadni, hogy fogom előadni, hogy megtaláljam? De itt, ha bejövünk... Az egy könyvlap, az kell. Challenge accepted. Igen, most nem látom, hogy mennyi. Collect field... Aha. Jó, jók vagyunk Revelio. Ezzel. Ezzel egész jók vagyunk ezek szerint. Invito loot. Igen. Én vadul... Ó, na az mi az? Ja, de itt voltunk már, ez az, ami kővé dermeszte, ez a kép. Ugye, ha emlékeztek, ezt megtaláltuk már. Jó, akkor mi van, ha itt fölfelé... Ott mi az? Mi volt Revelio. Az? Aha! Aha! Azt majdnem itt hagytam. Broken broom. Törött seprű darabkák. Az a festmény. Goblin Artifact 1612 Goblin Rebellion to Rally Troops. Aha. Jó, mondjuk ezek is kellenek, Rebellion. Szóval azt nem mondhatjuk, hogy hasztalan, amit csinálunk. Scorch Marks. Ok. Mert gyűjtögetünk dolgokat, csak... Valami béka hangot hallom. Az nem az egyik ilyen? Teszem itt. Csókolom. Revelio. Frog Core. Oké, ez a zeneterem. Ezek szerint. Miért van egy kígyó ott? De már itt volt eleve a kulcs. Nice. Az az? Zen-e-terem. Az. Oké, még kettő. Még kettő ilyen kell. Revelio. Ez mind tök jó, csak a izét nem. Találtam meg. Egyes legyen egyes, jó? Olyan... azt a moon szobros dolgot. A moon szoborhoz mi lehet nekünk egy segítség? Azt kéne követni, ami útvonalon ő őrjáratozik a... Mondjad már a kastélyba, vagy mi? Revelio. Confringo. Incendio. Felküldtem a lapot is. Revelio. Ó, itt van egy ilyen ajtó. Oké, ezt is kinyitjuk. Reveal. Azt mondja, ezt a kék izét engedtessék meg, hogy leveszed most, kösz. Azt mondja, egy kettő meg... Mi az? Egy, kettő, ez négy. Igen, tehát hat. What? Ja, elszámoltam egyel a gyíkkel. Így.
Azt mondja, hogy az 4, akkor 3, tehát 0, 1, 2, 3. Ez meg a hidraszerű izé. Agy. Azt mondja, az első adagot Hogsmeade-ben és a falukba szedtem össze, ha az segítség. Mármint a Moonstone-os dologból. Ó, micsoda, Monique izé. Revelio. Dísz a szobában, meg valami ruha. Hopp, meg ott is van egy láda, csak vak vagyok. Aha, a Moonból. Aha, aha. Hát köszi a tippet amúgy. Köszi, köszi, köszi. Igazából az másodlagos egy picikét most. Nekem ahogy hívják, az fontosabb lenne. Az a maradék kettő, ami hiányzik. A kulcsos cuccból, repkedő kulcsokból. Revelio. Volt ez a hang. Azt hiszitek, hogy tudom, hogy hol vagyok. De a helyes válasz a halvány lövésem sincs. Az iskolában. Igazság szerint az fix. Ja, itt voltunk már ez a izé. Aha. Igen. Revelio. Igen. Akkor itt menjünk le. Mert miért ne? Vadul nyomom a Revéliót, hát ha valamit meglátunk, és... Revelio! Na hát ott a láda, tesz, ha még disznó. Engedsz be! Itt volt egy, igen, azt már kinyitottuk. Revelio! Mi az a sok kék cucc? Érdekes. Oké. És ez mit akar jelenteni? Be lehet menni mögötte? Vagy fel kell gyújtani? Revelio! Ez miért ilyen kék színű vajon? Fel kell gyújtani. Confringer! Lehet, hogy nem, mégsem, tévedés. Amúgy jól néz ki. Na jó. Revelio. Na jó. Nem lehet, hogy lebegtetni kell? Na, simán lehet. Na, kinek nincsen le a lebegtetés gyors izén? Levioso! Wingardium Leviosa. Depulso. Accio. Sorrendbe kell tenni. De mármint hogy érted? Nem tudok hozzá nyúlni. Leviosa. Vágni. Expelliarmus! Mondjuk Revelio! Lehet, hogy ennyi csak. Azt mondja, Werewolf szaga
Tape strikes. This set of tapes tells the tragic tale of a witch bitten by a werewolf. She chose to flee from her home to protect her infant daughter and husband. Rumor has it that her daughter fell asleep to the howl of a wolf for years thereafter. Akkor csak ennyi, hogy ennek a papírosát még nem vettem föl, talán? Lumos. Vagy, ha vérfarkasról van szó. Lehet, hogy csinálni kell valamit. Reparó. Hát, de nem tudom kijelölni őket, tehát hogy reparóhoz ugye kell valamit kijelölni. Igazság szerint. Vagy várjál, még most egy olyan ötletem van, hogy mi van, ha... Krisis! Akkor nem. Revelio. Mi sughat még itt esetlegesen? Werewolf, igen. Itt ilyen páncél. És ott a werewolf. Ha! Igen, azt akartam, hogy eloltam a fényt, azért akartam lefagyasztani. A tüzet, de nem jött össze. Na jó, hát akkor ezt let it go. Revelio. De a papírt megtaláltuk. Az már jó. Oké, akkor itt le és ki. Itt van a sárkány. Szia! Ide is benézünk. Aloha Mora. Csoda, a K betűn nem lehet bemenni. Nem engedett ott egyiknél se benne, de visszamehetek megnézni, lehet, hogy elnéztem valamit. Oké. Important Muckle Artifact. Az ágyú. Pains. Jó se. What do we have? A rohadt néni kédet. Most vettem észre az elsőt. A demigod. Jó. Legalább egy megvan. Revelio. Ez meg level 2. Hop hop. Hop hop. Aha, aha. Oké. Okay. És akkor már csak egy fog kelleni. Na. Azért. Szia Sabina, hello, hello. Jó, azt találd meg a kastélyban az utolsót, érted, ami nincs meg. Revelio. Van egy béka, azok a békák meg tudnak enni, ugye? Vagy hogy van? Oké. Okay. Kinyitós. Revelio. Vajon miért van elzárva ez a béka? Leviosa. Aha. Értem, hol vagyunk. És akkor a másik béka. A boros pince. Az a megoldás. Revelio. Papír. Ott egy troll, ami kővé van változva, vagy mi. Újabb béka. Ham. Hol a mancsba vagyunk, mi? Melyikkel jöttem? Azzal jöttem, jó.
és Very Big Láda. Oké. Oké. Egészségedre. Innen nem tudok amúgy... Mind now, Demi. Valahol egy Demi izé van. Revelio. Elkezdte mondani. Hol lehetett? Vagy ez nem azt volt, amit elkezdett mondani, srácok? Most menjek végig újra a békahálózaton, hát ha betriggerelnem ezt a izét. Egi. Költői kérdés volt? Egyelőre igen. Revelio. Itt voltam, mikor leugrottam. És akkor kezdte volna el mondani. Ha. Jó, itt ennyi van. Jó, akkor most mondhatod foltos, ha tudod. Revelio. Az ajtón itt vagy a falon nem tudok átmenni. Lehet, hogy itt lenne ezen az oldalon. Na most a kamerától nem sok mindent látunk. De nem itt voltunk az előbb. Ugye ott van a kabinet, amit kinyitottunk. Még tényleg olyan volt, mintha elkezdett volna mondani egy... Olyan... Mind now. Látjátok? Ott, mind now. Ott mondja is. Ó, és most beragadtam ide. Hogy én minden játékot eltörök. Amikor mondja egy demigus vackot, akkor mindig van a közelbe fixen. Én ezt értem, azért bolyongtam ott. Azért bolyongtam. Revelio. Azt próbáltam megtalálni. És most fogalmam sincs, hogy jutok oda-vissza. Level 2. Erre nem tudok menni. Ez meg itt Revelio. Én estem már ki a mapból. Ügyes. Ügyes. Játéktörő achievementette is unlockoltad. Ahogy az ágyonhoz közel voltál. Az oké, okay, csak ugye nem tudok visszatalálni. Volt ott valahol amúgy. Talán ez... Nem. Professor Fig. Lehet, hogy ez volt az, ahol voltunk. Mert ott volt valami gyors utazási közelbe talán. Oké. Okay. Revelio. Hello. Csókolom, Weasley professzor asszony. Velem ne tessék foglalkozni, én itt se vagyok. De most úgy 1-10-es kellene, hogy tényleg nem foglalkozik velem, hogyha én fogom és bemegyek most ott a szobába? Próba.
Aloha, Mora. Néni. Csokolom. Csak a ládát jöttem kifosztani, ne tessék velem Revelio. Foglalkozni. Aha. Dear Professor Weasley, thank you for your all. I am overjoyed to hear that this most recent crop of 7th years includes a number of students who may be both interested in and well suited for the career at the ministry. Aha. Our course, their OWLS will provide confirmation of the letter that equally involved to our recruitment recruitment process. Is your opinion? You have a unique present perspective given your experience with us. Looking forward to further updates as the term progresses. Feliz Spavin, Minister of Magic. Revelio. Okay. Ez még nem volt meg. Okay, chokalam. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Em meg micsoda ez a szoba. Gondolom ez is ilyen zárva volt, csak meg kinyitottam. Na jó, hát egy kellene nekünk abból a fránya izéből. Revelio. A repülő akármiből. Ennek így sokáig nem lesz értelme. Nem fog most... Értitek, ennek nem látom értelmét most, hogy így bolyongjunk érted a kastélyba egész stream alatt, azt nem haladunk semmit az Isten verte bolyongás miatt. Úgy megtalálnám már azt az utolsót, a zenélő izé. Jó lenne, ha így bejelezné. Mármint, hogy így nyomom érted, hogy süket a csengét a Revelio-t. Azt nem mutatja, hogy hon van. Az Istennek se. Bezzeg a 6000 méterre lévő teleportációs izét, azt látom. Az az a festmény, ami felett a gomb van, igaz? Már a fene se tudja mi. Revelio! Ja, nem az egy ajtó. Chest. Jókor, szóval van itt fönt egy chest, amiben benne van, hogy melyik mennyi. És hogy ugye nullával kezdődik. Ha! Ha! Oké. Okay. Szóval... öt, akkor négy kell. Igen. Akkor 3 kell, 1, 2, 0, 1, 2,
3. Revelio. Ritmancy Classroom. Oké, és itt még vannak ilyen ajtók. Azt tele van az inventory-nk. Szétlútoltam magamat a kastélyba. Destroy? Csináltam 4 helyet, aztán majd folyt köv. Háj, hol lehet az az utolsó? Na, azt az is zöld. Oké. Okay. Azt mondja, hogy? 1, 2, 3, 4, 5, meg... Igen, 5, meg 6, ez 11, és akkor nekünk kell a 4, 0, 1, 2, 3. Igen. Az ez. A bagó. Igen, és akkor az 0, az 13, akkor az 5 kell. Az meg a... Például a másik oldal. Az meg ez. Zúgy. Jó napot, csokolom. Ó, váó, micsoda izé. Hát ez ír magát, hogy oda néz. Na, ez is zöld, hála Istennek, ezt is le kell majd bontani. Másik ajtó. Azt mondja, hogy 6, meg mennyi volt? Az volt az 5-es, ugye? Igen. Az 11. Mi? Gyík. 0 meg... 7, és akkor az 1, az unicorn is kell. Lassan, de biztosan megoldom ezeket. Ó, egy painting a falra, a szobában. Revelio. Jó, hát akkor ezzel meg vagyunk, Pipa. Jó, ez se volt még meg, ezzel is legalább akkor haladásos. Igen, és akkor most kéne tovább mennünk valahogy a kastély azon részeire, ahol egy nem jártunk még. Vagy kettő jártunk, de még nem volt ott akkor a birtokunkba a tudás ahhoz, hogy kinyissuk azt, ami nekünk kell, az a kabinett. Egy darab kellene amúgy. Egyetlen egy. És az a jó, hogy nem tudtok segíteni se bennem, hogy na ide menj vagy oda menj, mert konkrétan ugye össze-vissza van a kastély, és nem tudom, hogy mi az, amit fölvettünk, és mi az, amit adtunk. Tehát so cool. Na jó. Menjünk. Felfedezem, hogy milyen tárgyaink vannak. Ha kell, cserélünk, vagy eladok, majd elszállunk eladni. Aha, ez a sál az jó lehet. Így. Gyorsan megnézem, hogy mik vannak itt. Amár lassan a kesztyűn kívül
Ugye minden legendásos. Ha. Érdekes. Oké. Okay. Most, hogy ezzel meg vagyunk, el is mehetünk eladni. Ahhoz menjünk ide, mert innen gyorsabb. Aj, olyan rossz, hogy én nehezen találom meg ezeket a ízéket. Hülye holdköves szarságokat. Ezt majd lehet, hogy offstream majd itt, nem tudom. Kalandozok, azt próbálom megtalálni. Most nincs jobb ötletem. És akkor most megmegyünk és csináljuk a küldetéseket. Tovább. Mert ugye ez lenne az egyik küldetés, amit csinálnunk kellene. Csináljak pár Merlint is? Na hát ezt csináljuk itt útközben, ami úgy van, hogy szembe jön. De ja. Jó, hát amúgy van 5000 pénzünk. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Jó, akkor megcsinálom azt a küldetést, amit a nénitől kaptunk itt a szomszéd faluba. Még hozzá az ez. Oké. Revelio. Ezt hogy nem vettem fel eddig, mi? Itt van nála. Itt persze level 3. Nyilván. Még mindig nem tudok utazni. Kis seprűn, és most? Most már tudom. Jó, akkor... Discover what happened to Bardo. This place is seen better. Perhaps I'll scout around Felcroft for some... Hello? Defender! I know all of it. I'll get that goblin helm back, hopefully by rummaging your corpse. You're that hypocrite thief. You dead! One of my own! Defender! The beasts are safer now. Revelio! Jó. Igen, az ilyenkor fusztrál, amikor pont egy darab hiányzik. Igen, meg ráadásul az, hogy nem is tudom merre menjek. Meg hogy tudnám megtalálni. Mert ugye nincsen ilyen, hogy a térképen kipipálódik, vagy akármi, hanem járkálnom kell a konkrétan a izébe. Mondjam már ott a kastélyba, és egyszerűen csak nyomkodnom kell a reveal-t, hogy hát ha valamikor megtalálom azt, hogy hol van az az utolsó egy darab. Jó, viszont mi most ide jövünk fölfedni az igazságot, hogy... Ugye ezek ilyen... izék. Mondjátok. Az. Expelliarmus! Defender! Confringo! Ezeket meg kell tüzezni. Incendio! Hogy sérülékenyek legyenek. Is that Infuriates or a wooden jumper? That must be Bardolph. Confringo!
Na akkor most mögé. Meghalt, akit keresünk. Would want to know what really happened. Incendio. Expelliarmus. Na mondjuk a potival együtt van némi damage-ünk. Basztorot. Favágás. Hassza! Oké, okay, report back. Igazából itt ez ennyi volt, mert kiderült, hogy ugye ő meghalt, ez a valaki. Revelio. Madár, az most nem kell nekünk, mert olyanunk már van. És ott még van, amit elhagytam. Ilyen fej. This could prove dangerous if I'm not careful. Valami. Nézzétek csak. Journal entry 22 of 2. Aha, itt az üzenet ráadásul Ajzétől van, a Bardolftól. This mentions in theory and something about it being Bardolf's turn next. Revelio! És egy valami még van itt. Abból nem iszunk, mert itt lehet, hogy az csapda. Van itt alattunk egy treasure cucc. Valahol ott, aha. Lumos. Revelio. Szupi. Kimennék, kösz. Jó, ezt is megcsináltuk. Így, és akkor vissza jelentjük, hogy mi történt itt, hogy meghót, elhalálozott, kapta.